A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit október 10-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkat három könyvbemutatóval kezdjük. Tódor János Baggy Iván és Györe Ibolya is új kötettel jelentkezett, majd következik egy beszámoló az Ars Sacra kiállításáról, végül pedig ellátogatunk két klasszikus zenei koncertre. Tartsanak velünk! Megjelent Tódor János új verses kötete, az Önarckép, a népszerű szerző ezúttal önéletrajzi versekkel, egyfajta múltidéző gondolatokkal jelentkezett. Egy izgalmas diskurzusban ismerhették meg az olvasók Tódor János új verses kötetét, akik Váci András moderálásával mélyülhettek el a szerző indítatását elénktáró beszélgetésben. Most a saját mélységeimet próbáltam kutatni. Éppen egy motót találtam egy kedvenc szerzőmtől, aki azt mondta, hogy ha nem megy a próza, akkor próbálkozunk a verssel, tudod. Mert hogyha éjszaka fölébredsz, és valami eszedbe jut, és én korábban írtam a verset, meg is jelent egy kötetem, de én nem vagyok költő. De egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy röviden, frappánsan kifejtse az ember a saját belső történéseit. Hát egyfajta leltárt csináljon. Tehát egy leltárt csinált, hát 70 éves vagyok, csináltam egy belső leltárt, eddig mindig a külső valósággal foglalkoztam, most magamról írtam. Hát nem ismerőseim, meg a szerkesztők szerint nem egy pozitív a kép, de szerintem nem negatív, hanem inkább tárgyilagos. Tehát ha az ember őszintén szembenéz a saját életével, na most erre a vers a legalkalmasabb. Tehát a próza nem alkalmas, a prózába el tudod kenni, tudod. Vannak lehetőségek, hogy kibújjál a felelősség alól, de a versbe, ha őszinte vagy, meg igazán, akkor nem hazudsz. És akkor őszinte vagy, kicsit önkegyetlen, meg kicsit leszámoló, de hát végül is az ember élete ilyen. Tehát ezt nyilván nem azt jelenti, hogy egy katasztrófa, de hát ilyenkor, mikor az ember verset ír, akkor a saját gyengeségei, hibái, dolgai jutnak eszébe, hogy végülis nem is tudom, hogy hogyan írtam, hogy ami mi van a balesetnél van ez, hogy cserbehagyások sorozata az élet. Hát jövünk, megyünk, elválunk, megismerkedünk, és az ember utólag, hogyha kontrollálja az életét, akkor mindig arra jut, hogy valahol veszteségeket okozott, nem csak másnak, magának is természetesen, de ez természetesen nem ilyen negatív, és benne van az is, hogy nem lehet ezt másképp megúszni és megoldani, de alapvető az, hogy őszintén belássuk a dolgokat, tehát, és erre alkalmas leginkább a vers. Tehát a versbe nem szabad hazudni, a vers a legőszintébb műfaj. Ráadásul rövid, már senki nem olvas prózát, hosszú prózákat. Erre is biztatom a barátaimat, mert szerkesztőként is dolgozom, hogy szerintem a regénynek leáldozott, a hosszú regénynek, mert nem olvassa el senki. Viszont, hogyha szembenézel magaddal, akkor lehet, hogy nagyon rossz következtetésekre jutsz, de alapvetően igazat mondasz. Tódor János kivételes készségét az egyedi sorsok, történetek megfogalmazására már régóta ismerhetik az olvasók. Versei viszont utoljára 2 évtizede jelentek meg, Zárka című kötetében. A jelen könyv mottója pedig akár Prohászka Otto, akár püspöki elmondata is lehetne, mi szerint azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen. Nagyon tisztelem a püspököt, tehát ilyen értelemben tisztelem a szociális, meg a szociális, munkássága miatt is rendkívül módon tisztelem a Prohászka Ottokárt, és ez igaz is, hogy és főleg, hogyha az ember ír, tehát hogyha ír, és olyasmit ír, ami szubjektív, ami mondjuk a vers a legszubjektív, akkor valóban tüzet visz, és
hát tüzet okoz, és tüzet hoz magára is természetesen. Na most hát nyilván az azbesztől függ, tehát mindig attól függ, hogy mi van rajtad, hogy mennyire bírod ezt ki. Nyilván ezt én nem veszem annyira komolyan, tehát én, hogy mondjam, ilyen bizonyos értelemben a költészetet úgy is tartom, hogy én azért nem írtam verseket, mert én nem tudom. Tehát ez egy hülye, persze nincs igazam, hogy én szerintem már ilyen idősödő vagy idős emberek ne írjanak verset, mert az túl könnyű megszabadulás. Azok üljenek le, úgyis ráérnek már nyugdíjasok, írjanak prózát, de közben mondom, az őszinte feltárulkozáshoz elengedhetetlen. A szép számú versbarát nem csalódhatott, a sokat látott és megélt, költővé avanzsált szerző olyan mélységeket mutatott meg verseiben magáról, a korról, a múltról és a jelenről, amely bár kevésbé hívogató, de mindenképpen fontos adalék az olvasó mindennapjaihoz is. Az Aranybulla könyvtárban mutatták be Bagi Iván a Tárgyak Talentuma című verseskötetét. A szerző Bakonyi István irodalomtörténésszel beszélgetett a versek indítatásáról. Hogy is sántítanék, amikor ezerféleképpen tudok sántítani? Az Aranybulla könyvtárban Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész moderálásával mutatták be Bagi Iván a Tárgyak Talentuma című verses kötetét. A népszerű humorista, aki már a Törődés szeretete című első kötetével is kivívta az olvasók elismerését, ezúttal az elmúlt időszak mindenkinek meg annyi fájdalmat hozó történéseit, félelmeit, kiábrándultságát gyúrta egészé. Bagi Ivánt nem költőnek ismeri elsősorban a közvélemény, de eszembe jut, hogy Cigány György is el szoktam mondani magáról annak idején, hogy őt ugye tévés, rádiós, zenei személyiségként ismerik, holott előbb volt költő, mint ezek a hivatások, amik az életébe kerültek, és Bagi Ivánnak is ez a 11. könyve már, és verses kötete, próza kötete is vannak, és nem olyan régen kerültem én is vele kapcsolatba, és azt kell mondanom, hogy nagyon kellemes meglepetés jelentett, hiszen kidolgozott egy olyan versvilágot, amiben a terjedelemben a hosszúság érvényesül, de ugyanakkor nagyon mély gondolatok vannak benne, és ugyanakkor az epikus elemek is fontosak, és hát nem beszélve arról, hogy az utóbbi években őt is megérintette a orosz-ukrán háborúnak a szörnyűsége, és ezekre is reflektál bizonyos költeményeiben. Én azt gondolom, hogy nagyon intellektuális és nagyon bölcs ez a költészet, amit művel. Hogy adsz ívet ennek a történetnek? Hát az ív mindenképpen összefügg azért a másik hivatásával is, én azt hiszem, és arról is fogunk beszélgetni, hogy ez a két hivatás hogyan egészítik egymás, hogy fér meg egymás mellett. Nem tudom, mi lesz az életének a fővonala ezután. Én azt gondolom, hogy az irodalom mindenképpen fontos szerepet játszik majd a jövőben. Megszületni, élni és meghalni. Csak a legtöbben végzetesen gyávák voltunk megőrizni magunkból valamit, ebben a rövid halálszünetben. Bagi Iván lírájának egyedisége ebben a kötetben is megmutatkozik. Olyan mélységeket tár elénk, amelyre minden emberfia emlékezik, és most szembesülhet önmagával, a megszokottól eltérő, a koronavírus járványt megélő, a háború borzalmaival szembesülő emberhez szóló üzenetversekben. Ez egy furcsa dolog, mert együtt indult a paródia az írással, egyébként a Törődés eredetére gondolhatott szerintem, viszont továbbra is kívülállónak érzem magam, és ezért izgalmas ez az egész. Tehát, hogy most még kevésbé érzem azt, hogy a kortárs irodalom céhe fintörgés nélkül befogadott volna. Úgyhogy ez egy ilyen vegyes érzés. Ugyanakkor most már nem titok, a 11. kötetet mutatják be itt az Aranybulla könyvtárban, ami olyan mélységeket és magasságokat takar, ami azt hiszem, hogy például, hogy az elmúlt időszakban milyen indítatásból élte meg az ember a háborút és mindazt, ami minket körülvett. Onnit jött a gondolat, hogy ezeket foglalja össze. Milyen furcsa, hogy a valóság berúgta az ajtót most így a nyugati civilizációnál. Tehát, hogy először a Covid-dal, hogy van ilyen, hogy pandémia, világjárvány, ez teljesen szokatlan volt, akár a mai fiatal generáció számára is, akik elszoktak attól, hogy problémák is lehetnek. Hát a mi szüleink vagy nagyszüleink még háborúban vagy háborúk idején éltek.
és rettenetes nehézségekkel kellett szembenézni, és mintha most, ahogy Fukuyama mondta, hogy a történelem véget ért, most kiderült, hogy lassan vissza kell térni a valóságos dolgokhoz. Egy kicsit nekem is át kellett ezen esni, hiszen az én generációmnak, én ugye 76-ban születtem, már sokkal vagy jóval kellemesebb élete volt, mint az azt megelőzőeknek. Kicsit ez a két nehéz helyzet vagy körülmény összehozhatja a generációkat, és az idősebbek megoszhatják a tapasztalataikat, hiszen nekik jóval nehezebb volt. Hát ebben azt mondjuk, hogy a fiatalok, a Z-generáció lehet joggal mérges az idősebbre, közben fogalmuk sincs, hogy milyen nehézségekkel kellett annak idején nekik szembenézniük. Az olvasók a beszélgetésből levonhatták a maguk különbejáratú tanulságait, s megismerhettek egy olyan alkotó embert, aki nem res szembeszállni a 21. század értékcsökkenéssel járó kiábrándultságával. Folytatódott az Árpád fürdő irodalmi programsorozata, az Olvasni jó címet viselő esten Györe Ibolya mutatta be új verseit és novelláit. Az Olvasni jó programsorozat keretében beszélgetés a szerelemről címmel az Árpád fürdő galériájának vendége volt Györe Ibolya író. A könyvvizsgáló közgazdász végzettségű szépíró, akit 2010-ben az év vállalkozójának is megválasztottak, első könyve 1998-ban jelent meg, most pedig Tükörkép címmel immár 7. kötetét veheti kézbe az olvasó. Tulajdonképpen a magyar tanáraimnak köszönhetem, hogy elkezdtem verset írni. Nem is értettem hozzá, tehát teljesen csípőből, hogy így szokták mondani, és a tanáraim néha javítgattak rajta. Aztán, amikor az emberrel történik valami érdekes, fájdalmas vagy csodálatos, én úgy éreztem, hogy meg kell írni. És elkezdték olvasni a baráti körben az írásaimat, és nagyon tetszett mindenkinek. Mindenkinek volt legalább egy, ami őróla szólt. És ez úgy gondoltam, hogy nekem folytatnom kell. Időközben megváltozott az alkotó stílusa is, és ezzel együtt tartalmi változásokkal is meg kellett birkózni a Györe Ibolyának, majd következett az újabb lépcső, a versírás csodája. A kezdeti verseim egy magyar tanár ismerősömet kell, hogy idézzem, tele volt kín rímekkel, tehát abszolút nem rímelt, nem volt jó a szótag, nem volt jó a ritmus. Ma már olyan lehetőségek állnak az interneten keresztül rendelkezésre, ahol ezeket meg lehet tanulni. A prózát, azt 2019 óta írok, beiratkoztam egy írókurzusra, vizsgamunkát kellett írni, és az egyik vizsgamunkámat egy miskolci színésznő olvasta fel, és a YouTube-on is utolérhető. A találkozónak már a címe is sokat mondó volt, beszélgetés a szerelemről. Az indítatás egyszerűen megfejthető, a szerelem mindenkié kortól, időszaktól, embertől független, varázslatos érzés, amelyet megérint és felemel. Ez mindenkit érint. Olyan ember nem létezik, aki valamiféle kapcsolatba ne került volna a szerelemmel. Tehát egy írót ez a téma mindig megkeres. És úgy gondoltam, hogy van mondani valóm ezen a területen, nem kifejezetten önéletrajzi, például a legutolsó az egy viccből készült. Hallottam egy viccet, és ez inspirált az írásra, de a szerelemről szól. S ha már vicc, bizony ez a játékos történet, ami az alkotót inspirálta, valóban mosolycsal az emberfia arcára. Egy csúnya nő kifogja az aranyhalat. Ahogy szokták, visszadobja. Visszanéz az aranyhal. Na, teljesítem 3 kívánságod. Jó, legyen egy luxus palotám. Lett. Legyen 130 millió forintom. Lett. Mit is kívánjak még, hogy ilyen csúnya vagyok? Hát, én úgy gondolom, az kellene nekem, hogy minden férfi vágyjon rám. Így lett a csúnya nőből sör. Az Árpád fürdőben megjelent irodalombarátok nem csalódhattak. A bensőséges hangulatú találkozón a végtelenül emberi történetek mellett megismerhettek egy olyan alkotót, aki elgondolkodtató verseivel megerősítést hozott mindnyájuknak, a szerelem mindenkié.
A Szent István Művelődési Házban megnyílt a Keresd a békét című kiállítás. Az alkotók az ARSZ szakra keretében hozták el műveiket Székesfehérvárra. A Szent István Művelődési Házban megnyitott kiállítás mottója minden ember szíve vágyát idézi. Keresd a békét! A béke mindenek előtt a szívben kezdődik, hirdeti Ferenc pápa, és az ARSZ szakra fesztivál keretében megtapasztalhattuk, hogy az együttműködésben a nyitottságot és befogadást erősíti, amely segít növekedni. Amikor az ember a békével találkozik, akkor megtapasztalja, hogy jó élni, öröm az élet, és hogy szép az élet. Amikor ezt a békét elveszíti, akár önmagába, akár a maga körülötte lévő világból hiányzik a béke, akkor éppen azt tapasztalja meg, amit elvesztett, ami hiányzik, aminek hiánya a fájdalommal járja szívét és lelkét. A 14. ARSZ szakra a rendezvény folyamnak a jelmondata: keresd a békét és éljed azt. Jó volna, hogyha ezek az alkotások is, amelyek békéből, örömből, a szív tisztaságából születtek, elvezetnének bennünket arra, hogy rátaláljunk az igazi békére, amely Istenből fakad. Rátaláljunk ezzel a békével az Istenre, aki mindig velünk jár, aki közel van hozzánk, aki mindig megmutatja magát nekünk, hogy a szívünk és a lelkünk ezzel a békével teljen el, és akkor tudjunk magunk körüli világban is békességet teremteni. Ez a kiállítás ezt a célt szolgálja. A béke utáni vágyakozás sugárzó alkotások láttán megtapasztaltuk azt is, hogy a művészet elgondolkodtatja, megváltoztatja az embereket, megszünteti a megosztottságot, megnyitja a szíveket egymás elfogadása felé. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének helyi szervezete, Bárány Terézia vezetésével kiírt egy pályázatot, művészeti pályázatot az idei ARSZ szakra fesztivál tematikájához kapcsolódóan, ami a Keresd a békét téma. Erre a felhívásra érkező válogatott műveket láthatunk itt az ARSZ szakra fesztivál székesfehérvári rendezvényeként, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent Korona galériájában. A művészet számára a béke, mint téma, ősidők óta létezik, ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a háború is létezik, mint téma a művészet számára, és nagyon fontos, hogy egy ilyen kiállítással felhívjuk a figyelmet a művészet, illetve a művészek felelősségére a témaválasztás kapcsán, és bízzunk abban, hogy a művészet, mint erő, képes arra, hogy a béke hangsúlyozásával valóban előbb-utóbb elérje a békét. A tárlat kurátora Bárány Terézia képzőművész köszöntőjében kiemelte, hogy a válogatás hűen tükrözi azt a felhívást, amelynek jegyében az ARSZ szakra fesztivál megszületett. A Fejér megyei művészek, akik a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének a tagjai, már az elmúlt évben is megszervezték Székesfehérváron az ARSZ szakra fesztivál keretében a kiállítást, ebbe az évbe pedig a Magyar Képzőművészek a Világban Egyesülettel karöltve országosan hirdettük meg ezt a kiállítást, tehát az itt kiállított művek Magyarország művészeinek az érzéseit fejezi ki ezzel a gondolattal kapcsolatban. Tehát nagyon remélem, hogy pontosan az ARSZ szakra fesztivál gondolata jelenik meg ez itt kiállított műveken. A Zsolt könyvéből származó idézet: hagyd el a rosszat, és válaszd a jót, keresd a békét, és járj a nyomában, a 21. században is fontos hívó gondolat, amelynek mentén a tárlat is megszületett. A kiállítás szeptember 30-áig tekinthető meg, hétfőtől péntekig 9-től 17 óráig, szombaton 7-től 12 óráig. Megkezdődött az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Somorjai Bérlet sorozata. Az első koncerten Haydn művei csendültek fel Dobszai Péter vezényletével. Kivételes estének lehettek tanúi a klasszikus muzsika szerelmesei a Szent István Művelődési Házban.
Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Dobszai Péter dirigálásával egy időutazásra invitálta a Somorjai Bérlet keretében a zenebarátokat Eszterházy Miklós Fertődi kastélyába, ahol megszülettek Joseph Haydn remek művei. A D-dur nyitány egy zabolátlan zene, ami Haydn esetében azt gondolom, hogy egy ritka jelzőnek mondható. Általában ő nagyon sok humorral, nagyon érdekes formai megoldásokkal komponálja a darabjait, de ez a mérhetetlen energia, ami felszabadul a D-dur nyitányban, és ez a szabadjára engedett energia, ez egy nagyon ritka zenei nyelvezető nála. Ezután a Fis-moll szimfónia hangzik el, a híres búcsú szimfónia, amelynek záró tételében a üzent munkaadójának Haydn, ahogyan a saját szólamuk végére érő muzsikusok egymás után távoznak a szimfónia színpadáról lényegében, és végül is csak két hegedűs marad a színpadon. Ez egy nagyon híres és klasszikus pillanat a zenetörténetnek, miközben egy nagyon szenvedélyes Sturm und Drang stílusban írt szimfóniáról van szó. A szünet után pedig a 88-as számú G-dur szimfóniát fogjuk játszani, ami egy, azt mondhatjuk, hogy sláger darabja, égköve a Haydn életműnek. A leghíresebb tétele a záró rondó, ami egyfajta örökmozgó perpetuum mobile jelleggel, elképesztő szellemességgel zárja majd a koncertet. A zenekar az egyedülálló milliót is megidézte a patinás Szent István teremben felcsendült Haydn örökbecsű búcsú szimfóniája, amely Eszterházán született. Az est megerősítette, hogy a 18. század zseniének művei nem csak a hallgatókat, de a zenekar minden tagját elvarázsolja. Nagyon szereti a mi zenekarunk Haydn-t. Mi kamaraszimfonikus zenekar vagyunk, kamarazenekarnál nagyobb létszámmal, az igazán nagy romantikus szimfonikus zenekarok létszámánál egy picit kisebben létszámmal. És ez pontosan erre a Haydn repertoárra enged minket fókuszálni. A Haydn játék elképesztően nehéz. Valószínűleg ehhez kell egyfajta muzsikusi érettség, amíg az ember ezt megtapasztalja, hogy micsoda elképesztő követelményeket támaszt a muzsikusok felé. Annyira transzparens a zenekari hangzás, annyira minden apróság hallatszik, olyan könnyedséget és olyan összeszokottságot kell tanúsítani az ő zenei anyagában, hogy óriási kihívás hány zenekari darabjait játszani, és a mi muzsikusaink különösen vonzódnak ehhez a különleges humorhoz és ehhez a különleges zenei világhoz. A zenekar a legközelebb október 9-én az Arzó Székházban találkozhatunk, ahol a partitúra bérlet sorozat keretében Mozart Jupiter szimfóniája kerül műsorra Marsovszky Pál vezényletével. Opera Bonbon címmel kezdődött meg a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozata Székesfehérváron is. Az Öreghegyi Közösségi Házban klasszikus szerzők áriáit hallgathatta meg a közönség. Ezen a hétvégén ismét több száz kulturális központ művelődési ház várta az érdeklődőket országszerte és határon túl is változatos és értékes programokkal a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozaton. Az országos akcióhoz a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ is csatlakozott. Az események helyszíne idén az Öreghegyi Közösségi Ház, ahol Opera Bonbon címmel a komoly zene volt a téma, könnyed, fogyasztható formában minden korosztálynak. Mozart, Verdi, Puccini és Kacso Prongrácz legnépszerűbb operáinak áriáit, duettjeit hallhatták a résztvevők a Magyar Állami Operaház művészeinek előadásában, Sudár Gyöngyvér rendezésében.
Elsősorban olyan opera részleteket szerettünk volna a közönségének bemutatni, erre is utal a Bombon név, hogy a legízletesebb csemegéket, a legnépszerűbb áriákat és duetteket szerettük volna a közönségnek elhozni. Az első részben Mozart operákból válogattunk, annál is inkább, mivel maga a stúdió, ugye az Erkel Opera stúdió, ami Budapesten működik a 4. kerületben, annak a tagjai hozták el ezeket az opera részleteket, és mi az idén Don Giovannit mutattunk be, és a legnagyobb merítés ebből az operából következik, tehát 6-7 jelenetet is fogunk a már megrendezett operából bemutatni, a Varázsfavalából és a Figaro házasságából, ez a következő opera, amit most az idén fogunk bemutatni. A második részben viszont egy kicsit átmegyünk a romantika világába, és ott már Puccini, Verdi és híres Lakmé duett, a Barcarola, tehát olyan duettek és áriák fognak színpadra kerülni, szenírozott formában, tehát nem koncertszerű adásra számíthat a közönség, hanem egy picit rendezett formában, ami egy kicsit a környezetet, a hangulatát is megmutatja ezeknek a zeneszámoknak. Az országjáró körútjukon bemutatott előadások komoly kihívást is rejtenek, hiszen a vidéki közönség színpadon ritkán találkozhat a műfaj nagyjainak darabjaival, így az öreghegyi találkozó a klasszikus koncertsorozat részeként ezt a célt is jól szolgálta. Titkolt célunk volt, hogy esetleg akik most betévednek és megnézik ezt az azt a gyönyörű, szépen felújított házat és az egész milliót, ami tényleg csodálatos itt körülöttünk, olyan zenei csemegéket hallgatnak, ami akár már az ismert Whitefülőek számára is jó leső érzés, és akik esetleg nem ismerik ezeket, pontosabban pont olyan dallamok vannak, amiket reklámokból, innen-onnan, filmekből már ismerhetnek az emberek, de nem tudják, hogy ez miből van, és én egy picit operatörténetileg is meg fogom majd támogatni a zeneszámokat. Io penso a tua sorte. Kárdiki András, Béri Benyámin, Mitraszka Rebeka Astrid, Bagosi Orsolya és Szarvas Tünde Sudár Gyöngyvér moderálásával megmutatták a jövő útját is, amellett, hogy felhőtlen szórakozást kínáltak a fehérvári közönségnek. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten is, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.